Köszönöm szépen. Ez az okos nő konferenciája, ez a néhány fiú csak tévedésből van. Tisztelt megjelentek, kedves kolléganők, kollégák. Egy igényes szakmai konferencián általában alaposan kiérlelt témával illik megjelenni. Ez bizonyítható, vagy még inkább már bizonyított álláspont bemutatását jelenti. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez az ilyetlen főszabály. Azonban egy ugyancsak igényes konferencián nyilvánvalóan avatott szakmai előadók és értő részvevők vannak jelen, akik potenciális hozzászólók is előben. Ezért ebben a helyzetben talán nem súlyos kétség megszegni a szabályt. Ez most abban áll, hogy beszámolom első részében egy hipotézist adott közre. Feltevésem egy szép programi jelenségen alapul, és a fotográfia felé mutat. Úgy vélem, és hangsúlyozom, hogy vélekedésről van szó, Balzac 1829 őszén, persze lehet, hogy már korábban is, de erre az időpontra van bizonyságunk, ismerte a fényképezés felfedezésének egyik okát. Ha a fenköltebben és misztikusabban akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy annak egyik titkát. Az emberi színjáték regény folyama már hazájában is közismerten több kiadást ért meg. Ezek egyikében, és ebben a teljes megjelenítésre törő magyar helikon is ezt a rendet követi, az első jelenet a Labdázó macska háza címet viseli. Mivel lehetséges, hogy a jelenlévők már régebben olvasták ezt az írást, röviden vázolom a benne foglalt történetet. A történet szerint a Labdázó macska házának földszintjén helyet foglalt egy pusztókereskedés, és ennek cégét képezte egy nagy rajzú, az idők során megkapott festmény. Ez egy hátsó lábain álló macskát ábrázol, az elrajzolt jószág labdát ütött egy vele szemben álló, díszes ruhába öltözött nemes úrnak. A cégér furcsa protest voltával, a továbbiakban már csak a ház megjelölése gyanán találkozunk. A fosztó kereskedő idősödő felesége a bolt előző tulajdonosának a lánya volt. Őt az egykori kereskedő segédje nem szerelemből, nem a kereskedő lány vonzó volt amiatt, hanem az üzleti világ akkori szokásai szerint vette el. A kasszában most merev derékkal és konvencionális, szigorúan erkölcsös életfelfogással ülő feleség egykor, ahogy azt mondani illik, két lánya ajándékozta meg férjét. A lánytestvérek a kereskedelem szolgálatára nevelődtek, gondolkodásuk köre meglehetős szűk maradt, mondta az író. A neveltetés korlátoltan kispolgári volt, tehát részletesen lefestő Balzac, mint már annyiszor brilliáns társadalom történészként is megjelent. Az egyhangúan morzsolgatott családi életet, amelyből a vasárnapi templomba járáson kívül a szó fizikai értelmében sem volt kilépés, egy váratlan esemény robban be. Egy este egy fiatal festő, aki nemrég tért haza hétesztendős római tanulmányútjáról, telve szakmai ambíciókkal, egy szerény és áhítatos szűz iránt vágyakozva, amilyet Rómában csak festve láthatok, elhaladt a belépős posztó kereskedő háza előtt. Ez a szellemesség nem tőlem származik, ez a Balzacban. Bepillantott az ebédlő ablakán, a látvány varázslatosnak bizonyult. A lámpa sárgás fénye egy ezüstnyelművel és kristálypoharakkal terített asztal mellett rajzolta ki a vacsorázó család alakjait. A jelenet főszereplőjévé megjelenése folytán a kereskedő kisebbik lánya emelkedett, akinek hamvas bája megbabonázta az ifjú festőt. Előállt a meglátni és megszeretni szituáció. A festő hazarohant, s lázas munkába kezdett. Egy kis életképet alkotott a vacsora jelenetről,
És egy portré, amit csak távolról imádok, leállok, két ihletet remek műszületet, amelyeket a testünk a nagybetűs tárlaton állított ki. A siker híre eljutott a labdázó macska házába is. Az ifjú leány Augustin elérte, hogy unoka nővére kíséretében megtekinthesse a kiállított képeket. A portréban magára ismerve borzongás, különös vélelem fogta el. Ekkor a festő, aki véletlenül a közelben volt, a leány fülébe súgta. Látja, mire ihletett engem a szerelem. Megkezdődött a csata a leány kezének elnyeréséért, amely végül is sikerre vezetett. A házasságkötés megtörtént. A házasság indulása a kölcsönös boldogság jegyében ment végbe. Egy gyermek születése után a festő ismét visszatért a számára megszokott társasági életbe. Magával vitte ragyogó feleségét is, aki szépségével elbűvölte a környezetét. Azonban csak hamar gondok jelentek meg ebben a harmonikus állapotban. Kiütközött ugyanis az ifjú és naív szépség műveletlensége, gondolatszegénysége. A festő kezdte úgy érezni, ő idézve Balzacot, feleségének nincs érzéke a költészethez, idegenül áll az ő világában, képtelen arra, hogy kövesse ő csapongásaiban, ötleteiben, örömében, bánatában. Augustin a röghöz tapad, míg az ő gondolka az eget verdesi. Sorú Pál László fordítása. Az itt látszott konfliktus betészte, hogy a festőre már korábban szemet vetett egy nagyvilági női szereplő, egy hercegné, aki birtokolta a férfiakkal való bánásmód számtalan fogását, s bár tartósan flörtölt egy lovas ezredessel, megszerezte magának az ifjú fényet is. Hiába Wagnernek azonult ugyanis a felesége elszállása, hogy felszámolja a műveltségbeli hiányosságait, a családi előzménynek folytán az eredmény már nem lehetett hatékony. Ismét Balzacot idézve, 21 éves korában, ifjúsága és szépsége teljes ragyogásában Augustinnek meg kellett érnie, hogy megcsalják, méghozzá egy 36 éves asszony kedvéért. Ezt betetőzte az a gesztus, hogy a festő a hercegnének ajándékozta a felesége nevezetes portréját. Miután az elkeseredett fiatalasszony tudomást szerzett a viszonyról, és minden bátorságát összeszedve elment a hercegnéhez, hogy megtudja, mi módon történt meg férjének elrablása. A hercegné nagyvonalúan visszaadta a portrét a kárbajnok fiatalasszonynak. A visszakapott portré láttán a feszültség robbanása véglegessé vált a festő és felesége között. A látogatóba érkezett kereskedőné kétségbe esve, kibontott hajjal találta lányát. Ugye tudjuk, hogy a 19. században a kibontott női haj az vagy valami nagyon jónak, vagy valami nagyon rossznak az előző. Na bizony, talán kár volt érte, kiállta fel a labdázó macska idős ivónője. Igaz, hasonlított rád, de azóta már megtudtam, hogy van a körünkön egy ember, aki 50 tallérért nagyon kedves arcképet csinál. Nos, igen. A mi szempontunkból nézve ez a legfontosabb fordulata a történetnek. A feljövőben lévő kispolgárnak hasonlító, de mindenképpen olcsó, alkalmas, esztétikai értékeket is nélkülöző két irány volt múlhatatlan vágya. Az író társadalmának mélységes ismerete áttételesen számunkra lehetővé teszi, hogy lássuk, a fényképezés feltalálásához vezető egyik, talán legfontosabb motivuma. Így vélem most én, de ez a feltevés akár mint a tárgya is jött a továbbiakban. Balzac azzal fejezte be a történetet, hogy a festő felesége 27 éves korában meghalt. A völgy szerény és alázatos virága túl közel volt a nap perzselő tüzéhez, értékelte a történeteket az író. Erre a befejezésre a referátum végén kell majd visszatérni.
Amennyire a labdázó macska házat belesírult Balzac életművében, szinte eltűnik a nagy regény folyamban, annyira más irodalmi jelenséget képez az először 1856-ban megjelent Bovary-né Flaubert munkásságában. Mindenki emlékszik Emma romantikus régületének következményeire, és arra is, hogy a vidéki orvos férj a maga módján kitartóan szerette feleségét. Ez a maga módján Flaubert regényében sebészi pontosságú élességű rajz. És itt felvillan egy erről tanúskodó kis résztörténet. Szeretnék beszélni magával, súgta az orvos a segédjegyző fülébe, aki előtte ment a lépcsőn. Sejt valamit, töprengett Léon, hevesen dolgozott a szíve, és különböző feltevésekbe merült. Végül Sáv becsukta az ajtót, és megkérte Léon, hogy érdeklődje meg Rouenban, mennyibe kerülhet egy szép daguerreotíp, a maga fekete frakkos képében akarja meglepni feleségét. Finom, meghitt figyelmességnek szánja. Csak tudni szeretné, mire számíthat, ez a mire számíthat, ez kurzíváva van az ember. Magyarul, miben kerül ez a daguerreotíp? A feleség ekkor már Léonba volt szerelmes, és a segédjegyző is gyöngéd érzelmeket táplált Emma iránt. Bár a férj ekkor még nem gyanakodott, az orvos az előzmények ismeretében érti Léon átmeneti riadalmát is. A helyzet komikumán túl, hiszen a fekete frakkos megörökítés, majd az ajándékozás vágyának megismerése ezt óhatatlanul kiváltja, a korai fénykép lehetséges funkciói is elbírászva az utókor ember. Az emlékeztetés, mint a fénykép egyik sajátja került előtérbe. Valószínű, hogy a fénykép akkori alakjában a daguerreotípia nem véletlenül jelent meg Flaubertnél. Amennyire ismert mű a Bovary-né, annyira ritkán esik szó arról, hogy az író korábban napi kapcsolatban volt a fényképezéssel. Ugyanis 1849 őszén barátja, a fotográfus és nagyvilági életet folytató Maxime Ducamp társaságában egyiptomi felfedező útra indult. A jómódú barát egyébként ugyanúgy egy sebészfia volt, mint az író, és neki is voltak írói ambíciói, másfél hónappal volt fiatalabb, mint Flaubert. Útjukat alaposan megtervezték, majd nekivágtak az akkori utazási viszonyok között nem egyszerű kalandnak. Erről szól a kevésbé széles körben ismert egyiptomi utazás, amely Flaubert útilapú-szerű jegyzetei nyomán jött létre. Ducamp több száz halotípiával tért vissza az útról. Az egyiptomi utazás bőséges és igen őszinte beszámoló nyújt a két ifjú barát bordély látogatásainak is. Bár Flaubert unokahúga utólag gondos cenzúrának vetette alá az író Egyiptomban készült kéziratait. Megemlítendő, hogy Flaubert nem ezen a kalandtúrán szedte össze stílszerűen szólva francia betegségét, hanem pár évvel korábban Párizsban. A könyvből az nem derül ki, hogy az író mennyire volt jelen a fénykép felvételek készítésekor, és mit tudhatok meg barátja munkájáról, mennyire volt beavatva az ottani fényképezés technikai rejtelmeibe, de valószínű, hogy fotográfiai szakmai információk birtokába is jutott. Tény, hogy anyjának és egyik barátjának Egyiptomból írt leveleiben sem beszél ilyen fajta ismeretszerzésre. Bovary-né sorsára mindannyian jól emlékszünk, házasságtörései és adósságba keveredése folytán lelkileg összeroppanva azért is öngyilkosságba menekült. Mielőtt a 19. század egy másik író óriásának, Tolstojnak egy regény részlete nyomán közelítenénk a fényképhez, meg kell említeni egy más tartalmú kapcsolatot is. Ez a fényképezés előtörténetével függ össze. Az 1857-ben először megjelent gyermekkor, serdülőkor, ifjúság egyik jelenetében a nagypapa az anya
egy burnokos szelencébe foglalt képét nézegette. A méretek alapján nyilvánvaló, hogy egy fotográfia előképpel a portré miniatűrre találkozhatott itt az olvasó. Másféle találkozás történt az Anna Kareninában. Anna, aki már elhagyta férjét, miután az ő házában lopva meglátogatta fiát, Szent Józsát, visszatérve Szálovej lakosztályába, átérezte, hogy a fiú, akiben annak idején, mint Tolsztoj mondja, a kielégítetlen szeretet minden erejét beleadta, jobban szereti, mint kislánynál, aki most az övé lehet. Emlékezni Szent Józsa fényképeihez menekült. Idézzük itt Tolsztojt. Fölvette a kisasztalról az albumot, amelyben fia különböző korából való fényképek voltak. Össze akarta hasonlítani a képeket, és kiszedte őket az albumból. Kiszedte minden. Egy maradt benne, az utolsó a legjobb. Egy szál fehér ingecskében lovagol a széken, a szemét összehúzza, a szája megmosodott. Ez volt a legjellemzőbb, legkedvesebb arckifejezése. Ügyes kis kezével, amelynek finom fehér ujjai most különösen izgatottan jártak, Anna megtapogatta a kép sarkát néhányszor, de a kép beszakadt, nem tudta kivenni. Papírvágókés nem volt az asztalon, kivette a mellette lévő képet, Wronski Rómában csináltatott képe volt, ugye tudjuk, hogy Wronskinek mi volt előzetes szerepe, kerek kalapban bosszú hajjal. A fiáért a hajtóidakit. Ez egy Németh László fordítás. Aki már megpróbált kivenni 19. századi fényképalbumból, születben majd adok közre egy ilyen albumot, de kérem, hogy ne próbáljuk meg kivenni a képet, remélhetőleg senki sem az a helyzetében. Szóval azt tudja, hogy az író mennyire életszerűen jelenítette meg itt annak foglalatosságát a megíráskor. A 70-es évek közepe táján járunk, ismeretes, hogy ebben az időszakban minden úgynevezett jobb családnál volt legalább egy fényképalbum, amelyben a közeli és távolabbi rokonak voltak láthatók a csecsemőktől az öregekig. Ismeretes, hogy az ilyen albumok általában vizitkártyákat, esetleg pár kabinetportrét tartalmaztak. Az itt látható leírás egy apró, de igen fontos technikai részletet nyújt, amely Tolsztoj fénytép és fénytép használat ismeretéről tanúskodik. Ez azonban csak az egyik mondhatni formai észrevétel. A tartalmi az, ha megfigyeljük az író rendkívül tömör képbemutatását. A regény korábbi részéből ismerjük, hogy Szent Józsa ezen a felvételen 4 év körüli. Nyilvánvaló, hogy inge színének meg itt jelentése van, a kisfiú megtestesült tisztaság és szenvedő ártatlanság a felbomlott Karenin családban. A lovagló pozíció tökéletes összhangban van az életkorában, és természetessé teszi az ábrázolást. A gyermek fényképezéshez értők pontosan tudják, hogy ennek igazi megvalósulása milyen nehéz fotográfusi feladat. A szem összehúzódása valószínűleg a gyermek reakciója a fényképezési helyzetre, ő arra koncentrál, mi történik vele szemben. A mosolygó szájjal együtt a gyermeki arc két legjellegzetesebb tényezőjének elemzését kapjuk. Két rövid mondatban egy egész világ koncentrálódik. A történet egészének végére arra, hogy Anna végső elkeseredésében a vonat alá veti magát, mindenki emlékszik. A negyedik író és főműve talán nem a legszélesebb körben ismert. A német Theodor Fontane század végén keletkezett regénye az író legsikeresebb érett öregkori műve. Az Effie Brice fénykép megjelenítése ugyancsak az emlékezés szolgálta. Egy a porosz államban magas tisztséget betöltő családfő házában vagyunk. Este van, a ház ura ősetten a lámpa behozatalát rendeli. Röviddel korábban került véletlenül a kezére az a pár levél, amely felesége ütlenségéről tanúskodott. A lámpa meg is érkezett, mondja az író. Zöld ernyőjében áttetsző ovális fényképek voltak, feleségének képei,
még Kesszínben, ez volt a család korábbi lakhelye, ott készültek, amikor Vihel darabját, azt egy lépés az úton előadták. Vihel ma már nagyon apró betűs lábjegyzett az irodalom történetben, de akkor volt jelentősége. És tettem lassan balról jobbra forgatta a lámpaerőt, és minden képet külön megszemlélt. Aztán abba hagyta ezt, úgy érezte, füllett a levegőt, kinyitotta az erkély ajtót, és végül megint kezébe fogta a levélcsomót. Ahogy jövünk előre az időben, úgy látjuk a fotográfia felhasználásának gazdagodási lehetőségeit is. A lámpaerőre történt applikáció egy lehetséges, szellemes megoldást jelentett. Egyrészt az este meghitt fényében adott alkalmat a visszaemlékezésre, ilyenkor a képek állandóan szem előtt voltak, még lapozni sem kellett, mint egy albumban. Maga az ovális formátum is egy fejlődési fokozatot képzett, a korábban téglalap kerekben történt elhelyezéshez képest. Tudjuk, hogy ezt a kontakt másolat készítésekor maszk alkalmazása tette lehetővé, és készültek ugyanilyen technikával, körformátumba foglalt, elsősorban portréábrázolások is. Az Istenten ház EFI fényképeinek ímóban történt előkerülése a férj visszaemlékezéseinek indítékául szolgál. Itt kell felidézni, hogy EFI korán bekövetkezett haláláról az olvasó abban az áttételes formában szerez tudomást, hogy a regény végén a lányukat visszafogadott szülők az EFI Bliss nevet és egy keresztet hordozó fehér márványlap előtt ültek a rondellán. A véletlen úgy hozta, és a fikció közelben lévő világában hihetünk a véletleneknek, hogy a szépirodalom és a fotográfia 19. századi kapcsolata ezúttal négy házasságtörés történetben villant el számunkra. Mint láttuk, két női főhős látszólag természetes módon, de nyilvánvalóan a feloldhatatlan lelki bánat következtében hunyt el, kettő pedig nehezen fokozható drámai módon lett öngyilkos. Nehéz nem észrevenni, hogy a házasságtörést akár a férj, akár a feleségek követték el, a szenvedő férj minden esetben a női szereplője. Tipikusan 19. századi jelenségről van szó, a társadalmi felfogás ebben az irányban lejtő pályán jött létre és érvényesült. Tolsztoj az Anna Kareninában egyik szereplő által ki is mondja, a házastársak egyenlőtlensége abban állt, hogy a feleség és a férj ütlenségét a törvény és a közvélemény másképp büntetik. A szépirodalom és a fotográfia kapcsolatának vizsgálatában a komplexitás jegyében a történtek értelmezéséhez természetes módon kínálkozik a pszichológia. Úgy tűnik azonban, hogy az igazi főszerep itt a társadalom történeté lehet. Innen tekintve az út logikusan a társadalmi nem kategóriája felé vezet. Nem mondanám azt, hogy gender nem akarja túlságosan, legalábbisan tűnik. Tudjuk, nem veszélytelen út ez manapság. A történelem azonban szolgál némi tanulságot. Néhány száz év múltán a katolikus egyház is tudomásul vette, hogy mi is forog, mi körül. Némileg későbbi történet, hogy a szocializmus korai szakaszában nehéz volt megítélni, mitől rettegnek jobban a hatalom birtokosai, a szociológia vagy a szociálpszichológia tudományától. Az eredmény mára meglehetősen látványosan beérett. A gyümölcs keserű ízét a késői utódok már egyértelműen élvezhetik. Ne éljünk azzal a közhelye, hogy az idő a tudománynak dolgozik. Így van ez anélkül is. Köszönöm a figyelmet!